Javában zajlik a sétálókóstoló. A borokat ízlelgető emberek közül többen rendszeresen járnak hasonló rendezvényekre. Az egyik résztvevő szerint Pécs szerencsés helyzetben van Villányi Siklós közelsége miatt, közben egy kétszeres aranyérmes rozét kóstolgat. Én vörösboros vagyok, de illetlenség kora délután, vagy még délután vörösborokkal kezdeni. Nagyon komoly a felhozatal, éppen mondtam a barátomnak, hogy a 75%-a az ismert borászoknak jelen van, és akik jelen vannak, azok nagyon komoly, sokszoros érmes, aranyérmes, nagy díjas borokkal, tehát ez egy különleges alkalom, azt hiszem. Ez egy frank, egy 2015-ös frank, elvileg ugye aranyérmes, most kóstolom először én is. Finom. Itt van például a Csányi pincészet is. Ők 90%-ban vörös borokat készítenek, most is ilyenekkel vettek részt a versenyen és a sétáló kóstolón, hiszen ezekkel nyertek aranyat. A Satu családba tartozó prémium borokat hozták el. Az egyik egy küvé, az Alex küvé, ez egy frankék, frankos és Sauvignon házasütés, valamint egy tiszta Cabernet Sauvignont hoztunk, mind a kettő 2015-ös évjárat. Kevésbé jelenik meg bennük a kishordó, inkább a gyümölcsre próbáltunk hangolni, a gyümölcsökre szerettük volna hangolni a bort, hogy a fajtát lehessen érezni ezeken a borokon, a satóborokon, úgyhogy hát reméljük, hogy ízleni fog majd itt a fogyasztóknak. A sétáló kóstolóra zsúfolásig megtelt a Jókai rendezvényház. Tavaly települt ki először Pécsre a Villányi Borász Közösség borkóstoló alkalmából. A borvidéken kétfajta borverseny megrendezésének tradíciója alakult ki, mondja Nagy Gergely. Egy Siklóson és egy Villányban. Az átfedés minimális, mind a termelők, mind a nevező borok tekintetében, mondja a Villányi Borvidék hegyközségi tanácsa titkára. Hozzáteszi, most 100 termelő hozta el a 600 féle borfajtát. Ezeket a bormintákat pedig éppen 100 bíráló vizsgálta. Igyekeztünk tényleg egy átfogó keretet adni, illetve egy olyan szintű bírálati hátteret biztosítani, ami hiteles képet ad a helyi borok állapotáról, és gyakorlatilag a nevezett borok eredményekép az aranyérmes tételekből választhattunk, illetve választhattak a termelők, hogy ki az, aki szeretne megjelenni. A hely az viszonylag olyan szinten kereteket szab, hogy minden tételt sajnos nem tudtunk elhozni, de egy 20 termelő több mint 80 tételt elhozott, mindegyik aranyérmes minősítést kapott ezeken a borversenyeken. Én bízom benne, hogy a ma megjelent borkedvelő vendégek ezt majd alá tudják támasztani, hogy okkal és joggal kapták meg ezek a borok az aranyminősítést. És nagyon bízom benne, hogy ennek még hosszú távon folytatása lehet az elkövetkező esztendőkben. A fehér és rozé mellett a mostani piaci igények alapján a könnyű, jó ivású, gyümölcsös, egyszerű vörösborokra is komoly igény mutatkozik, teszi hozzá Nagy Gergely. Az idei évtől teljes mellszélességgel a Borvidék beállt a Redi mögé, ez egy új brand, új márka a Borvidék életében. Most már közel 20-19 termelő hoz forgalomba Redit. Ez a Borvidék egyik legmeghatározóbb szőlőfajtájából készül, a portugízer alapanyagú, tehát minden esetben a gerincét maga a kékoportó, a portugízer adja, minimum 51, maximum 66%-ba ebből kell készülni a tételnek. Ez egy küvébor, de fontos feltétel, hogy a hordós érel is minimális lehet, sőt, akár el is lehet hagyni. Tehát tényleg ez egy könnyed, jó ivású, akár még nyáron is jól esően lehet fogyasztani. Mindenkit erre tudok biztatni, hogy kóstolja meg. Határon innen és túlról is érkeztek bírálók a nemrég zajlott Villányi és Siklósi borversenyre, melynek most az aranyérmes borait kóstolhatták az érdeklődők. A zsűriben mindenki szakmabéli, szőlészettel, borászattal foglalkozó, vagy az oktatásban tevékenykedő ember volt. Az egyetem borászati tanszékéről, Budapestről és Kecskemétről is érkeztek szakemberek a minőségi borok minőségi vizsgálatára, melynek a pécsi sétálókóstoló adta meg a végső dicséretet.